Jó estét mindenkinek, az internetet mindenki ismeri, és majdnem mindenki használja, de van a netnek egy hatalmas, az általunk ismert és használt netnél nagyon sokszor nagyobb része, ez a deep web, magyarul a mély net, amelyet keresőmotorok nem mutatnak, és ennek a mély netnek egy része az úgynevezett dark web, a sötét net, amely titokzatos, és alig hanem óriási, bár nehezen becsülhető illegális forgalmat bonyolít, drog, fegyver, pornó, szervkereskedelem sorolhatnám. Mi lehet, vagy mi legyen vele? Meyer Erika ügyvéd, internetjogi szakértő, Peszlek Tibor nyugalmazott rendőr alezredes, biztonsági szakértő, és Keleti Artúr egy civil szervezet, az önkéntes kibervédelmi összefogás vezetője. Jó estét mindhármuknak! Jó estét! Először itt egy összeállítás a Lemmino nevű svéd videoblogger áttekintéséből íme. Az internet alapjaiban változtatta meg a világot, azon belül is elsősorban a kommunikációt. Change came in the form of instant communication. The internet was not designed with things like anonymity. De az internetet nem titkosított hálózatként tervezték meg, tehát bármi, amit írunk vagy mondunk rajta keresztül, lenyomozható és így azonosíthatóak vagyunk. Ami nyilván sokakat aggaszt, különösen a kormányokat. Ezért az amerikai haditengerészetnek dolgozó informatikusok és matematikusok a 90-es évek közepén kifejlesztettek egy technológiát, az úgynevezett Onion Routingot. Ez olyan kétoldalú internetes kommunikációt tesz lehetővé, amelynél lehetetlen azonosítani a forrást és a célt. Ezt egy átfedő hálózattal tudták elérni. An overlay network is simply a network that... Ez egy olyan hálózat, amelyet egy másik hálózatra, ez esetben az internetre építenek rá. Tehát ahelyett, hogy a titkosítás nélküli internetet, más nevén a felszíni webet használnánk, az információnk ezen az átfedő hálózaton halad keresztül. Az ilyen titkosított hálózatok gyűjtőneve a Darknet. Egy Darknetre csak különleges programmal és jelszóval és azonosítóval lehet belépni. Specific software and or authorization. All you need to know is that people working. A titkosított netet létrehozó amerikai kormány hamar rájött, hogy ha csak ők használják a darknetet, akkor mindenki tudni fogja, hogy ők állnak a beazonosíthatatlan felhasználók mögött, ami egyből lejúbuktatja őket. Tehát a valódi névtelenséghez az kellett, hogy a darknet mindenki számára elérhető legyen. Ezért a technológiát nyílt forráskóddal közkincsé tették. Így jött létre a Tor. Tor stands for the Onion Router. Ez a The Onion Router rövidítése, ami egy különleges böngésző program, amit le kell tölteni ahhoz, hogy csatlakozni tudjunk a titkosított oldalakhoz. Ma már emberek milliói használják ezt a böngészőt rengetegféle célra, az ártalmatlan napi böngészéstől a bűncselekményekig. Bár a Tor a legnépszerűbb ilyen program, a többi hozzá hasonlóval együtt alkotják a Dark Webet. A Dark Web egy kis részét képezi az úgynevezett Deep Webnek. A Deep Web az internetnek az a része, amit nem találhatunk meg egy olyan keresőprogrammal, mint például a Google. Ebbe tartoznak az online banki információk, a Netflix, a webmail fiókunk, adatbázisok, és minden, ami kóddal vagy fizetőfallal védett az interneten. A Deep Webben a felszíni webben található adatok sok ezerszerese található. Hogy érzékeltessük az arányokat, olyan ez, mint egy jéghegy a tengeren. Ami kilátszik, az a felszíni web, amit könnyen megtalálunk egy kereséssel. A Deep Web az a része a neten lévő adatoknak, amelyeket nem tudunk így megtalálni. És a Dark Web egy része ennek a Deep Webnek. Az különbözteti meg tőle, hogy használatához különleges programra és jelszóra azonosítóra van szükség. But what do we find on the dark web? De mire használják a dark webet? Röviden, rejtett szolgáltatások igénybevételére. Egy rejtett szolgáltatás címe mindig .onion-ra végződik. Ha egy ilyen oldalt egy hétköznapi böngészővel akarunk megnyitni, akkor nem fog megjelenni semmi. Csak akkor jelenik meg bármi, ha egy ilyen különleges böngészőt használunk. Specialized software such as the Tor browser. Anonymity attracts a vast variety of people. Ez a titkosság és beazonosíthatatlanság egyből vonzóvá tette ezeket a hálózatokat a bűnözőknek. 2013. októberében az FBI lekapcsolta a legnagyobb online drogpiacot, a Silk Roadot. Az oldal 2 éve működött, és ez alatt 1,2 milliárd dolláros bevételt generált. A Silk Road lekapcsolása után néhány hónappal az oldal korábbi üzemeltetői létrehozták a Silk Road 2.0-át. Bár az FBI ennek az üzemeltetőit is lekapcsolta, néhány órával később beindult a Silk Road 3.0.
és a Silk Road csak egy ilyen oldal a sok közül. Rengeteg hasonló piactéren vehet meg ma is bárki bármilyen illegális drogot, fegyvert, vagy bérelhet akár bérgyilkost. Can imagine and more. Unfortunately, the dark web has... De a dark webben találhatók ennél aljasabb és borzalmasabb dolgok is. Rengeteg oldalon találhatók emberek kínzásáról, gyerekek megerőszakolásáról, vagy állatok megöléséről található felvett vagy élő videók. Az egyik már lekapcsolt pedofil oldalnak például 215 ezer tagja volt. But only 3-6%. De a statisztikák szerint az összes titkos netező mindössze 3-6%-a vesz igénybe titkos szolgáltatásokat. A többiek csak arra használják a titkos böngészést, hogy azonosíthatatlanul olvassák a felszíni internetet, és soha nem keresnek fel titkos weboldalt. Tehát bár kétségtelen, hogy a dark webben az internet legrettenetesebb dolgai érhetőek el, ennek nagyságrendje sokkal kisebb, mint ahogyan sokan állítják. De azért még veszélyes, hozzátartozik lábjegyzetként, hogy a Silk Road első létrehozója, ez pillanatnyilag életfogytiglani börtönbüntetését tölti a feltétele szabadságra, bocsátás esélyes lehetősége nélkül. Tehát mi most a dark webbel foglalkozunk, ez az internetnek, mint látták, egy kis része. Kelti úr, önnek látom már egy ilyen finom kis notebook, amit kérésünkre itt tart a stúdióban. Azt jól érti az ember, ön bármit meg tud ezen rendelni, ha most akarja, vagy bármit meg tud találni, ami a dark webben forgalomban van? Igen, akár most ebben a pillanatban is, előttem nyitva van hamis bankjegyeket tudnék rendelni, vagy kokaint, vagy esetleg személyigazolványt. Személyigazolványt is? Hogyne, hogy itt látható egyébként, pont nem is akarom nagyon kinagyítani, hogy ne legyen ebből nagyobb baj, de itt pont látható magyar személyigazolvány egy konkrét névre. Ez egy létező érvényes magyar személyigazolvány? Létező érvényes magyar személyigazolvány, és annak a nagyon részletes képét lehet megvásárolni azért, hogy valaki ezzel vissza tudjon élni, mondjuk, hogy el akar követni valamilyen bűncselekményt, akkor ennek az illetőnek a nevében fel tud lépni, hogyha előállítja hozzá az igazolványt. Aha. De lehet rendelni hacker szolgáltatást is, amit, hozzá bármilyen. Amit most a keleti úr csinál, az törvénytelen? Amit csinál, még nem rendelt semmit? Nem. Idáig még semmilyen törvénytelenséget nem követett el, bár hozzá akartam tenni, hogy tudomásom szerint valós bankszámla adatokat is meg lehet vásárolni, tehát belépési adatokat, és ha már valaki ezt megvásárolja, akkor azért már, még ha nem is használja föl, akkor már a kísérleti stádiumot mindenképpen elérte egy bűncselekményben. Van egy ilyen bűncselekmény kísérleti stádium? Hát bizonyos bűncselekményeknek van kísérlete, igen. Igen? Tehát, hogyha nem is használja föl, ezért már büntethető. Tehát ha idáig eljut a cselekmény sorozatban, akkor már büntethető. A rendőrségnek mennyire van fogalma erről az egész ügyről, amiről most beszélgetünk? Én úgy tudom, hogy van fogalma róla, és tudják is. Hogy mit tudnak vele kezdeni, az megint egy más kérdés. Tudni kell az internetről. Eleve az internetes bűncselekményeknek az egyik felderítésének az egyik hatalmas problémája a nemzetköziség. Tehát nagy valószínűséggel nem magyar szerveren fut az a oldal, ahol Artur most talált egy személyigazolványt, tehát hogyha a rendőrség be akarja tartani a szabályokat, akkor meg kell keresni a külföldi hatóságokat, és ez mind lassítja és nehezíti a felderítést. Ugye itt még azt se tudjuk, hogy hol található ez a szerver, tehát sokkal nehezebb ilyen szempontból felderíteni, tehát van egy nemzetközi vonatkozása is a dolognak, hogy hogyha ez nehezebb. Hogyha a keleti úr a saját kommunikációját titkosítja, akkor ő hozzá se tudnak eljutni, vagy igen? Na ez az, hogy akkor ő hozzá se lehet eljutni, tehát azért... Tök mindegy, hol van, hogy itt a Ló utca 4-ben van, vagy Dél-Afrikában. Nem minden... Bocsánat, itt annyit hozzátennék, hogyha esetleg nem tudom, a kamera meg tudja mutatni még egyszer a képet. Mindjárt akkor meg fogja mutatni, csak gondolok, hogy beszéljen, azt is, mindjárt azt is, azt is meg tudom mutatni. Magában a böngészőben látszik az is, itt látható, hogy, most a kamera is mutatja, hogy pontosan milyen ilyen hoppokon, ugró táblákon keresztül jutottam el én ehhez az oldalhoz. Először Franciaországban járt az én gépem titkosított kapcsolata, utána Hollandiában, utána Írországban, utána 3 darab számra ismeretlen helyen, majd egyszer csak megjelent ezen a bizonyos valamilyen szerveren, amiről nem tudjuk, hogy hol. Ezek az ugrások azért vannak, hogy minél titkosítottabb legyen, igaz? Így, ha valaki keresi, mindig csak egy darabját tudja megtalálni, de az előtte levőt, és utána levőt már nem. Pontosan.
Hozzá kell tenni egyébként, hogy a fizetés is anonim módon történik. Mert ugye az lenne egy olyan pont, ahol el lehetne kapni a vásárlót meg az eladót, de a fizetéshez meg bitcoint használnak, és ezt is anonim módon meg lehet oldani. Akkor meg kell mondanom, mi a bitcoin? Arra kellene mondjuk meg, hogy mi a bitcoin. Nagyon csúnya szót fogok mondani, kriptovalutának hívjuk. Mondjuk azt, hogy virtuális, valójában nem létező virtuális pénzről pénz, beszél. Így van, yeah. Ez az első ebből a körből, azóta már más ilyen virtuális fizetőeszközöket is kitaláltak. Egy külön algoritmus alapján állítják elő a bitcoinokat. És kereskednek is vele. Kereskednek, és nagyon komoly értéke van. Uh-huh. Sőt, árfolyama is van. De tehát arról fogalmunk nincs, hogy Magyarországon kinek hány bitcoinja van, igaz? Semmit nem lehet elő. Igazából nincs. Sőt, ha valaki ezt magáról nem teszi közzé, ezt akkor, az információt. Sőt, még van egy nagyon érdekes jelenség, hogy a bitcoin, azt ugye lehet egyébként anonim is vásárolni bitcoint, megvan a technikája, meg lehet egyébként nem anonim módon, tehát lehetősen legálisan is lehet valakinek bitcoinja. Uh-huh. Viszont, igen, van több bitcoin automata is, így van. Budapesten. Igen, Budapesten, azt hiszem kettő legalább van. De ami az érdekes, hogy például a Darkweben történő vásárláskor javasolják azt, annak, aki például drogot vásárol, vagy egyéb illegális tevékenységet akar megrendelni, hogy magát a bitcoint, ami már eleve anonim, és anonim is vásárolta, azt is még mossa át néhány szolgáltatáson. És megoldható az interneten keresztül, mivel ez egy kriptovaluta, hogy még magát ezt a kriptovalutát is tovább mossák, még elküldik ide, elküldik oda, elküldik amoda, és amikor eljut ahhoz, aki eladó, ott már gyakorlatilag teljesen lenyomozhatatlan, hogy ennek a bitcoinnak eredetileg ki volt a gazdája. Ugye ez a legnagyobb baj, ha jól tudom, a hatóságoknak ez az egész bitcoinnal, beleértve a bankokat, meg beleértve milyen az államokat is. Hogy mi a legnagyobb baj? Ez a legnagyobb baj? Többek között ez is. Még tehát, mi? Adjon egy felsorolást. Hú. Sok? A maga titkosítás. Tehát gyakorlatilag követhetetlen a kommunikáció. Maga, amit már mondtam, a nemzetköziség, mert a nemzeti országok azok gyakorlatilag házon belül dolgoznak, és együttműködés az már sokkal nehezebb, bár most már akár az Europollal, akár az Interpolon keresztül, illetve közvetlen kapcsolatban társszervekkel azért lehet jól együttműködni, de ez mind nehezíti a felderítést. Van arra valamilyen becslés, hogy ezt a dark webet, tehát a mély webet, az illegális webet mondjuk, azt hányan használhatják? Senki sem. Erre nincsenek rendes számok. Nem. Mert vannak, lehet olvasni becsléseket nagyon nagy szórással nemzetközileg. Igazából az a helyzet, hogy ugye ahol ebbe a titkosított hálózatba belépünk, a valódi hálózatból, ezen exit nódoknak hívják, ilyen kilépő állomásonak hívják, ezeket egyébként nagy előszeretettel próbálják felállítani a különböző nemzeti hatóságok és ugye bűnöldöző szervek, hogy lássanak legalább valamit abból, ami ebben a hálózatban történik. Innen lehetnek becsléseink, de olyan, hogy ebből pontosan mennyi létezik, hogy ebben mennyi forgalom zajlik, ezt igazából nem tudjuk. Tehát nagyságrendi becsléseket lehet megpróbálni a levegőbe lőni, de az igazság, hogy nem is nagyon van értelme. Terjed? Hogy ne terjed? Dark web használata. Természetes. Hát azzal együtt, hogy ugye a 2020 környékére 44 zettabájtnyi információ lesz az internet, ami egy teljesen lehetetlen szemet fölül. 44 zettabájt. Az ugye már fölötte van, most már a terra fölött van még kettővel. Fölfoghatatlan kategória. Fölfoghatatlan kategória. Tehát ebben a hatalmas adatmennyiségben megpróbál minél több felhasználó, részben azért, hogy védje a saját magánéletét, részben lehet, hogy bűnös dolgokat csinál, elbújni. Nagy mennyiségű adat, és abban bújtatjuk el ezt a még nagyobb mennyiségű információt. Amit ön csinált az előbb és mutatott nekünk, tehát belépett a dark webbe, az kell szakértelem? Nem. Én is meg tudnám tanulni, hogy nagyon hülye vagyok ehhez. Negyed óra alatt körül. Igen. Negyed óra alatt? Igen. Tehát ez gyakorlatilag bárki megtanulhatja. Igen. Bármikor. Azt jól érti az ember, hogyha az ember rendel valamit a dark webben, azt a Magyar Posta fegyelmezetten oda szállítja a lakására? Hogyha éppen a lakását adta meg, akkor igen. Ezeknél a dark web ilyen leírásoknál, amiben leírják, hogy érdemes használni, hogy érdemes vásárolni, ott például érdekes módon a címzésnél, hogy kell megcímezni ezeket a küldeményeket, ott nem is nagyon bonyolítják el ezt a kérdést, azt mondják, hogy megadhatja mindenki, ahova akarja küldeni a éppenséggel a drogot, de létezik olyan megoldás is persze, hogy az ember okosabb egy kicsit, és mondjuk valamilyen postafiókot vagy egyéb dolgot ad meg, de hogy őszinte legyek,
ez már lehet, hogy túl óvatos is bizonyos szempontból, mert igaz, hogy ott ugyan fizikai térre terelődik ez az egész dolog, de odáig egész végig titkosított volt. És az egészről általában egy hatóságnak vagy egy titkosszolgálatnak fogalma nincs. Ön tud olyan, vagy gyakorlatában, vagy tud-e olyan büntető eljárásról, ami ilyen dark web tevékenység miatt indult volna Magyarországon, vagy indult-e? Kifejezetten ilyenről én nem tudok, de igazából azt gondolom, hogy ezzel félre is csúszunk, hogyha ilyen szempontból közelítjük meg a kérdést. Mert teljesen mindegy, hogy most a legális neten, vagy illetve a felszíni neten, illetve a dark részben történik valamilyen jogellenes cselekmény, attól az jogellenes cselekmény. A jog szempontjából, a felderítés szempontjából nem mindegy. Azon kívül még a Tiborra szerettem volna reflektálni, ugye itt a bűnüldözés szempontjából a határok akadályt jelentenek, a jogi szabályozás szempontjából is akadályt jelentenek. Amennyiben? Minden ország a maga joghatóságán belül hozhat kötelező érvényű jogszabályt. Tehát Magyarország a magyar határokon belülre hozhat jogszabályt. Ha vannak nemzetközi egyezmények, akkor nyilván egy kicsit nagyobb területre is vonatkozhatnak. De soha sehol nem lehet olyan jogszabályt hozni, amely globálisan lefedni az egész földet. Globálisan, de uniós jogszabályt lehet? Ne uniós hozni, lehet, de ezek a szervelek valószínűleg nem az unión belül vannak. Aha. Tehát például Magyarországon létezik egy olyan, nem olyan régen módosított jogszabály, illetve belekerült a módosítás során egy törvénybe egy jogszabályi előírás, mely szerint a titkosítás szolgáltatók kötelesek bizonyos ideig megőrizni az adatokat, és a titkosszolgálati szervek megkeresésére átadni ezeket. Na de a dark webnél ezzel nem tudunk mit kezdeni, ezzel a jogszabállyal. Nem tudjuk érvényesíteni a magyar jogászt joghatóság való tekintetben. Ezt értem, ez nem áll egy picit ellentétben azzal, amit ön az előbb mondott, mert azt mondta, hogy mindegy, hogy dark web vagy nem dark web. Én azt mondtam, hogyha bűncselekményt követel valaki, vagy jogellenes tevékenységet végez, lehet az polgárjogi szempontból is jogellenes, teljesen mindegy, hogy a felszínen vagy a mélyben. Legfeljebb a mélyben kinyomozhatatlan. Csak hát pontosan, egy elég lényeges különbség. Pontosan a felelősségre vonás esélye csökken azzal, hogy eltűnik az anonimitásban. Ha a rendőrségnek van cáfolhatatlan információ arról, hogy ilyen és ilyen bűncselekmény vagy bűncselekmény gyanúja zajlik Magyarországon ról a dark webben, mit csinál? Megpróbál nyomozni. De hogy? Azért azt ne felejtsük el, hogy itt tulajdonképpen nem a gépek követik el a bűncselekményt, hanem az emberek. Tehát mind a bűncselekmény, vagy a kommunikáció mind a két végén emberek vannak. Valószínűleg oda-vissza valamilyen fizikai tárgyat akarnak küldeni. Egyik oldalra pénzt, másik oldalra maradjunk a kábítószernél, vagy a kábítószert. Ennek valahol ki kell lépni az internetről. Tehát azért én úgy gondolom, hogy nem megoldhatatlan, bár sokkal nehezebb, hogy azokat a pontokat kezdjék el figyelni, azokon a pontokon próbáljanak nyomozni, ahol kilép az internetről a dolog, és utána már azért sokkal könnyebben összeköthet. Tehát ahol maga tárgyi valóságában megjelenik? Mert azért jó, hogy van bitcoin, de azért mondjuk azzal nem tudok mondjuk a boltba kenyeret vásárolni. Tehát azt de hát el tudom adni pénzért. Igen, de akkor már kiléptem. De a bitcoin használata önmagában nem illegális. Önmagában nem, de gyakorlatilag ez a pénzmosás gyanúját is felveti. Tehát ugyanúgy, ahogy mondjuk a pénzmosók ellen is lehet nyomozni, mert egy sima átutalás az ugye ez nem bűncselekmény, csak akkor, hogyha a bűncselekmény származó vagyont próbálom eltüntetni, tisztára mosni. Tehát gyakorlatilag, még hogyha legális dolgokat is nézek, de vissza tudom követni. És ugyanúgy a kábítószer útját. Most csak egy fejből jött ötlet, nem tudom, hogy volt kollégák, akik még ott vannak, dolgoznak ezzel, de hogyha valahol rendelnek egy kábítószert, akkor hogyha azt ki is szállítják, az egy dolog, hogy van kábítószer. De annak a pontos helyét tulajdonképpen meg lehet határozni, hogy hol készült, milyen laboratóriumban, heroinnál, hol termesztették hozzá a mákot, meg mindent. Tehát nagyon jól beazonosítható. Azért a postán is, hogyha kihozza valaki a postát, ott is lehet nyomokat gyűjteni, jeleket, amiből visszafele lehet indulni. Tehát azért van lehetőség a rendőrségnek, csak ez nagyon babra munka, és nagyon nehéz.
Van ennek ugye az én szakmám, a másik oldala, az informatikai oldala. Ott is meg lehet próbálni kezdeni ezzel valamit. Ez alatt azt értem, hogy azért mondjuk egy rendvédelmi szervnek, vagy különösen egy titkosszolgálatnak ma már elég jó eszközei vannak arra, hogy bizonyos informatikai tevékenységeket megfigyeljen. De ugye itt egy kicsit ingoványos területre tévedünk, mert ugye az nem egy normális állapot. Ezt akartam a doktornőtől mindjárt megkérdezni. Hogyha mindenkit megfigyelünk, aztán aki esetleg a dark webben jár, és esetleg heroint vásárolna, meg lecsapunk. Tehát ez nyilván nem működik, de azért azt az esélyt ne vegyük el a rendvédelmi szervektől, hogyha működnek nekik olyan megfigyelő pontjaik, és ezt tudjuk, hogy működnek, amelyek akár ilyen exit nódok, ilyen kilépő területek, akár esetleg gépeken futó programok, például eleve már megfigyelnek valakit, vagy csatlakozva a Tibor mondatához, egy bűnöző szervezet, egy bűnszervezet, mert azért itt nagyon sok bűnszervezet dolgozik, egy bűnszervezet tevékenységét megfigyelik informatikailag, akkor ott azért lehet bizonyítékokat gyűjteni. Például csak mondjak egy példát, a böngésző ablakának az átméretezését, bármilyen furcsa is a ez. A böngésző ablakának. Az a tor böngésző ablakának az átméretezésére azt mondja maga a böngésző, hogy ne tegye meg a felhasználó, mert azáltal is a túloldalon, hogyha valaki esetleg éppen ellene nyomoz vagy megfigyeli, következtetéseket tud levonni arra nézve, hogy ő neki milyen számítógépe van. Tehát magyarán azért hagyhatunk itt nyomokat, ez nem teljes nyomtalanság, jó, csak de. Nagyon nehéz megtalálni és költséges. De persze azt is szeretnék a rendőrség, miközben elvégzi a munkát, az emberi szabadságokat nem korlátozná, vagy nem sérteni. Na most ez, hogy, ez a két szempont, ez hogy jön itt össze? Hát bűnüldözés és szabadságjog. Így van, azért ilyen jellegű megfigyelések már olyan titkosszolgálati eszközöket igényelnek, amelynek az engedélyezéséhez jó esetben bírósági engedély kell. Magyarul bűncselekmény tehát, alapos gyanúja minimum, nem? Meg mindenféleképpen egy olyan indokoltság, ami hát, alapján engedélyezi a hatóság, hogy ilyen eszközöket bevessenek egy nyomozás során. Akár egyébként egy sima lehallgatás is, mert hogy ahhoz, hogy valaki megfigyelje másnak az internet használatát, ahhoz nyilvánvalóan valamilyen módon be kell hatolnia az ő informatikai rendszerébe. Persze. Ez pedig önmagában engedély nélkül önmagában egy bűncselekmény lenne. Jó, de ez azért kérdem, én nem csátok azt a saját kompjúteremmel, amit akarok? Dehogy nem, és éppen már készültem rá, hogy közbeszólok, hogy elkezdtünk beszélgetni a Darknet dark oldaláról. De azért ez nem annyira sötét. Az elején ugye elhangzott az, hogy pusztán az a tény, hogy én belépek erre a területre és körbenézek, az nem egy illegális cselekedet. És azért nagyon sokan használják, az összeállításban is elhangzott ez, egy olyan anonimitást szerző eszközként, hogy ők legális böngészést folytatnak, csak nem szeretnék, hogyha más ezt nyomon tudná követni. Mert nem is kell ezt titkosszolgálat, az internet hozzáférés szolgáltató, ha nagyon akarja, ő is meg tudja nézni. Vagy ha céges számítógépet használok, akkor a rendszergazda. Sőt, alá is írja valószínűleg a cégnél, hogy figyelhetik a mérjeit. Hát igen, ez most egy külön beszélgetést érne meg, igen. Hogy hogyan lehet megtekinteni, de a rendszergazda aláírás nélkül is, hogyha nagyon akarja, megtekinteti, hogy mit csinál. Egyébként ez még kapcsolódnék egy kicsit, hogy például pont ugyanez a böngésző, kiegészítve más technológiák, hogy ez a Tor böngésző, arra is alkalmas, hogyha valahol valaki, mondjuk egy diktatúrában ki akar szivárogtatni információkat, ami egyébként csak arról szól, hogy mondjuk ott milyen illegális tevékenységek zajlanak, hogy milyen emberellenes tevékenységek zajlanak, akkor most már erre a technológiára építettek úgynevezett ilyen whistleblowing, kiszivárogtató rendszereket, tehát a tort igenis lehet arra használni a dark webet, hogy az ember ebben az anonimitásban, az anonimitás leple alatt egyébként legális, sőt, amúgy az emberiség számára pozitívnak tűnő tevékenység. A Wikileaks ezt a rendszert használja, vagy ilyen rendszert Többek használja? Között igen. Például van egy olyan rendszer, ami kifejezetten a kiszivárogtatók számára készült, és azt a problémát oldja fel, hogy mondjuk egy újságíróval hogyan tud valaki kommunikálni anonim módon, mégis átadva adatokat, és ennek a hitelességéről meggyőződve, anélkül, hogy a hatóságok, vagy esetleg pont az a titkosszolgálat, vagy pont az az állam, aki üldözi. Tehát az derül ki, hogy a dark webnek megvan a maga haszna is, ha jól értem önt? Minden ilyen értem, dolog vagy? Általában két oldalú. Ahogy például az Anonymous tevékenysége is ugyanez. Parancsolj. De amikor kifejlesztették a tort, akkor is tulajdonképpen erre fejlesztette ki az amerikai haditengerészet, hogy tudjon kapcsolatot tartani azokkal az emberekkel, akik úgymond az ő munkáját segítik a világ minden táján. Uh-huh. Tehát a saját kémeiknek, meg akik segítették a munkáját. Tehát úgymond jó dologra fejlesztették ki, csak hát a titkosításnak is van egy jó oldala, meg egy rossz oldala. Hogyha ellenem titkosítanak, akkor az nekem rossz, de hogyha én titkosítok, akkor az nekem jó. Uh-huh.
nem mindenki rendel mondjuk kábítószert a neten, de kérdezem, hogy Magyarországon egy elég elterjedt gyakorlat, hogy emberek meglehetősen gyalászkodó kommenteket írnak ide-oda, amoda, ahova akarnak. Azt nem a dartmentőben fogják megtenni? Ezek szerint nem, de kérdezem, mert jelen pillanatban azért vannak eljárások ezzel kapcsolatban, időnként indulnak eljárások, és el is tudnak jutni olyan kompjúterekhez és emberekhez, akik ilyeneket indítanak. Kérdezem, ha ezt valaki a dark webben csinálja, megtalálhatatlan? Hát ott sajnos valószínűleg igen. Viszont ez nem jelenti azt, hogy a dark webben például nincsen referenciarendszer. Tehát például ebben az áruházban is, amit néztünk, van vevői értékelés. Tehát értékelik azt, hogyha valaki egy jó eladó, ha valaki elküldi azt a tárgyat, amit megrendeltek, és az meg is érkezik megfelelő módon. Tehát érdekes ez a világ, mert ugyan nagyon sok illegális tevékenység zajlik itt, viszont értékelik egymást a vevők és az eladók, és fura, hogy az ezzel kapcsolatos leírások azok teljesen természetesen beszélnek erről a folyamatról. Tehát, hogy igenis, én vevőként fontos, hogy megelégedett legyek azzal a kábítószerrel, fegyverrel, hacker szolgáltatással, amit kaptam, és ha nem vagyok megelégedett, akkor bizony az eladó rakadjak egy rossz jelentést, és akkor őt nem engedik, hogy árulja ezt, hiszen itt fontos a vevő. De viszonylag kevés a fogyasztóvédelmi hatóság, ugye a dark webben. Viszonylag kevés, de itt azért a... Igen, itt viszont azért nagyon jól működik az, hogyha az ember valamit nem jól csinál, akkor pillanatokon belül eltűnik ugye a süllyesztőben, és akkor nem lehet megint megtalálni. Tehát, hogyha ő egyébként nem jól csinálja ezt a tevékenységet, például mondjuk nem megfelelő minőségű útleveleket postáz, akkor egy idő után ugye bezárhatja az ipart, és ő se reklamálhat sehol. De nyithat másokat, másokat. Így van, pontosan. Az eredeti kérdésre, hogy egy gyalászkodót meg lehet-e találni, vagy nem. Lehet, hogy az internetes nyomok követésével nem lehet megtalálni, viszont ne felejtsük el, megint ugyanazt mondom, a kilép, amikor kilép. Tehát, hogy kit gyaláz és mivel gyaláz. Azért volt már rá precedens, hogy ilyen ügyben, amikor valaki tort használt, nem a tor nyomokat követve, de bizonyítani lehetett, hogy mondjuk ő volt az elkövető. Uh-huh. Csak éppen nem csak, tehát a nyomozás az mindig összetett, és tulajdonképpen az internet, akár a sötét oldala, akár a felszíni oldala, az csak egy közvetítő közeg. Uh-huh. És hogyha a nyomozásnál más adatokat is figyelembe veszünk, más adatokra is figyelünk, akkor tulajdonképpen ki lehet nyomozni. És ez csak egy plusz adalék hozzá, hogy igen vagy nem. Ön szerint kellene jogszabályt alkotni vagy változtatni annak érdekében, hogy ez a dark webes dolog Magyarországon legyen kevésbé kiterjeszthető, mondjuk így, nem tudom, hol tart. Nem gondolom, hogy jogszabályt kellene alkotni, még azt sem gondolom, hogy ezt tiltani kellene. Nem is kéne tiltani? Mint ahogy az előbb mondtam, hogy ezt lehet ezt jó célokra is használni. Azon kívül, amikor abban a világban élünk, hogy egyre inkább a Big Brother megfigyelést tapasztaljuk magunkon, és egyre... Big Brother megfigyelés az mi, hogy sok állami hatóság sok mindent tud rólunk. Nem feltétlenül az állami hatóság. Meg sok a bankom tudja, hogy én mit vásárolok, hogyha bankkártyával vásárolok, hova utazom, ha ezt bankkártyával... Teljes mailforgalmam ismert, összes internetes szokásom ismert. Tehát egy tökéletes profilt össze lehet állítani az emberről, akkor jól esik néha esetleg elbújni egy kicsit a magánszférámat védeni. Uh-huh. Tehát, ahogy elhangzott, ez egy eszköz. Ez olyan, mint a konyhakés, ami lehet jó is, meg rossz is. Tehát nem jogszabályt kéne alkotni, hanem a bűncselekmények felderítését hatékonyabbá tenni. Amit Tibor is mondott, biztos, hogy ez ez nyilván óriási rendőri erők kellnek, sokkal nagyobbak nyilván. Ez rengeteg ember kell. Keleti úr, kínálok önnek egy fél percet, ez lesz a műsor vége, 3-4 percet. Hogy védekezzünk? Mármint mi ellen? Illegális behatolások ellen a saját kompjúterünkre. Világos. Anélkül, hogy mi szabálytalanok lennénk, vagy törvénytelenek. Szerintem az egyik legfontosabb dolog az, amit mi a szakmában biztonság tudatosságnak hívunk. Nekünk az alapelvünk, hogyha valaki ezekkel a kérdésekkel, amikről most is beszélgetünk, tisztában van, akkor már egy lépést megtett afelé, hogy biztonságosabban éljen. Ez a nem kell mindenre rákattintani, nem kell mindent kinyitni, nem kell mindent elolvasni. Ezekre nincs szükség. A második az az, és ez egy fájdalmas utolsó dolog lehet, és egyben az utolsó, hogy nem úszhatjuk meg azt, hogy mondjuk vásároljunk valamilyen vírusírtót, tűzfalakat, biztonsági eszközöket, nincs más megoldás. Most nem úszhatjuk meg, hogy ezt befejezzük, köszönjük, hogy eljöttek, máskor is számítunk önök.